A Cibók utcában elkezdődött a bicikliút építése. Jelenleg a kerékpárút ajzatának kialakítása történik, azt követően kerül rá az aszfaltréteg. 500 méteres szakaszon közös járda és bicikliút épül, 100 méter hosszúságban pedig a Cibók utcai új járdaszakaszt összekötik a Cukorgyári utca járdájával. A tervek szerint júliusra elkészülő beruházásra 167 ezer eurót fordít az önkormányzat, ez a pénzügyi keret már a tavalyi évben rendelkezésre állt. Emellett bővül a biciklitárolók száma a vasútállomásnál, továbbá a jövő hét folyamán új kerékpártárolót helyeznek ki a termálfürdő bejáratánál is. Megkezdődött az egynyári virágok kiültetése a közterületeken. A Municipál Városi Cég munkatársai az összesen 550 négyzetméternyi virágágyásba több mint 10 000 tő virágot ültetnek ki. Elsősorban begóniát, karcsai rózsát és zsáját. Ezek az első fagyok igaz ágyásokban maradnak. A virágültetés először a körforgalmakba történik, azt követően pedig a belvárosi virágágyásokba. Olyan egynyári virágok kerülnek ki, amelyek sokat virágoznak és bírják a nyári forróságot. A virágok öntözése, ahol ki van építve, öntözőrendszerrel történik majd, míg a többi helyen tartályos kocsiból. Egyúttal 70 lámpaoszlopra kihelyezték a muskátlikat. Közönségtalálkozót tartott a hazajáró csapatának két oszlopos tagja, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor, akikkel Pomichal Krisztián újságíró beszélgetett. A közkedvelt sorozata történelmi Magyarország természeti szépségeit és történelmi vonatkozású emlékhelyeit mutatja be. A stáb már bejárt a Felvidéket is, ahol több alkalommal forgatott. A műsor készítői felidézték forgatási élményeiket, jártak Csalló közben, három részt forgattak Mátyusföldön és Zoboralján is több epizód készült. Az elmúlt 12 évben bemutatták a Kárpát-medencét, a teljes feldolgozáshoz még 80 rész kellene. A több mint egy évtized alatt számos túratippet és felkeresendő úti célt kínáltak a közönségnek. A nézőktől további ötleteket kapnak az új forgatásokhoz.